messzikés, utána súlyos szavbántalmai vannak a bélműködés, minket foglalkozik. Merített papíroson, hivatali fejlétszer, ráadásul a titkárnőnek diktálja, aki a szeretője. Várjál, ettől tényleg hányig elő lehet az emberre. Arra kérlek, jó jegyezd meg magadnak első dátumait. Megbolondult ez a perverz állat. Szí, megbolondult. Én nem akarok gyereket. Én már a csecsemők szagától is rosszul vagyok. Az történt, hogy a nő megkérte a kezem. Mindig a nő kéri meg a férfi kezét. Na, ugyan még egyet. Ne félj, ki tudom fizetni. Ne izgulj, azt ezt figyeld meg. Egy héttel a dolog bekövetkezése előtt, légy türelmes a végletekig. Erzsi ilyenkor nem egészen beszámítható, keresi a cimakodást. Hallottál ilyet? Jó van, köszönöm. Tudod, én valamit kedveltem a feleségembe, az volt, hogy nagyon jól lehetett vele veszekedni, és tudod, amikor ideértem az olvasáshoz. De jó, hogy azt nem mondja, hogy hogyan húzzam le a feleségem bugyiját. Na most miért nem mondod azt, hogy szép? Ugye, egyet mondjon már meg nekem. Miért van itt minden szállod a szobában? Kőpadló. Én nem szeretem. Hideg, fázok. Szép. Várjál, hova mész? Nagyon jól beszélgettünk. Csak el akartam búcsúzni tőle. Csak el akartunk búcsúzni tőle, Néva. Hová utazol? A pucika adott zsebbét. Ahhoz neked semmi közöm. Most nem látod, hogy mi történt? Részege! Hámas már! Mi a baj, Tamás? Mit csináltam? Hagyd békén a bátyámmal! Ez valami játék! Megöltük magunkat Tamással! Gyávaszar! Mi folyik itt, Éva? Éva, te tudsz valamit? Mi ez? Valami hülye társas játék? Öngyilkos ki? Beszélj már értelmesen! Bevettél valamit? Nem érdekes. Szervusztok. Hívni kell a mentőnket! Te csak itt írja! Én a könyörgöm, Éva, százszor kértelek, hogy ne játsz a halálra! Mennyit vettetek be? 30 centigramot. Az mennyi? Sok... De mit? Morfint! Te nekik adtad, amit neked szereztem? Halló? Kórház? Két fiú öngyilkos lett. Nem, még élnek. Jó rendben. Nem szabad hagyni, hogy elaludjanak. Na gyere! Majd szépen kimossák a gyomrodokat! Tönkretették az estémet! Éva! Most mi van? Ennek is én vagyok azok a talán! Kapd föl, Tamás, és járkálj vele! Mit vigyorogsz, te szerencsétlen? Boldog vagyok! Boldog vagyok! Boldog vagyok! Boldog vagyok! Csak a múltam érdekel. Meg fogok halni? Nincs semmi baja. Csak valami rettenetes kimerültség. Mit csinált maga, hogy ennyire elfáradt? Én? Semmit.
egy művész. Na ja, nem művész, hanem Léla. Nem attól művész valaki, hogy szenved. Ah, merci bien. Nem szedjük fel estére? Láttad, hogy megnézed? Szóba se jöhet. Egy a kérdés, miből fogsz élni? Azt mondják, sok pénzem van. Zoltán, amikor elváltunk, kiadta a hozományomat. Annak a nagy részét én Mihályi vállalatának tettem be, szóval volna, miből élnem, csak nehéz hozzájutnom. Arra vagyok utalva, amit Mihály apja eljuttat. Egy fillért sem fogadni neked, ha van egy kis esze. Az ex-apósom becsületre, hát szegény a pénzt kell a kezéből kiadni a belerokkal. Mi veszük a pénzedet a vállalatunkból, ez a legelső. Az el kellene válnom Mihálytól. Hol megválunk Mihálytól? Mihály nem olyan, mint más. Jaj, nem szeretem az olyan embereket, akik nem olyanok, mint más. Más ember is eléggé undorító. Hát még az olyan, aki nem olyan. Nem teszem meg Mihálynak azt a szívességet, hogy csak úgy elváljuk. Ebben az ember igazad van. Tudod, mi nyomasz? Mi? Lehet, hogy a szerencsétlen már nem is él. Minden éjjel vele állodom. És mit csinál? Nézd. Szóval még várok tőle egy jelet. Most várhatod. Jelt ad, merre van a szakadék, amiben ugolj. Értem. Mit értesz? Már nem tudom. Hát akkor... De konyak, de kafé! Nekem elég volt. De nekem nem. Taxiba vágunk. Megnézzük a mulató negyedet. És felejteni fogsz? Én nem akarok felejteni. Azt se tudom, mit kellene elfelejteni. Hogy van? Vagyunk. Kérdezhetek? Próbálkozzunk. Van valami dolga itt Foligno-ban? Én azt se tudtam, hogy Foligno a világon van. Van itt valami érdek? Végül is ott vagyok, ahol vagyok. Rómába szerettem volna menni, de itt vagyok Foligno-ba, biztosan egészen véletlen. Visszamegy Magyarországra? Nem. Soha többé. Akik miatt visszamennék, azok mind meghaltak, hogy minden protesznek volna. Valakadkoz nem megy vissza az ember. Itt szeretnék maradni Olaszországban. Talán nem jó itt. Esetleg elvehetne szerzetesen. Gubbióban van egy kolos. Ez hol van? Nagyon közel. Szerzetesnek? Egy kolostorba. A Zsák utca, a vakvágányon, a nincs tovább. Van ott csak Zsák utcából nyílik további út. Lehet, hogy ezért a mondatért jöttem ide. Gubbió? Mi van Gubbióban? Itt vannak a holmiai májkül, kérem. Írja alá, leltárt, nézze meg, megvan-e mindene. Biztosan megvan, és ami nincs meg, az nem is kell. Sír? Nem. Boldog vagyok. Egész életemben arra vágytam, hogy kórházba fekhessek, pont így, ahogy most. Tétlenül is akarat van, ápoljanak minden cél és vágy nélkül. Hiába Olaszország, mindent megad, amire vágytam. Nekem Olaszország maga a számüzetés. Apám angol katonatiszt volt, Szingapurban sárgaházt kapott, és akkor katolikus lett. Azt gondolta, csak így szabadulhat meg a pokoltól. És megszabadult? Apámtól nem maradt rám egyéb, mint hogy rettenetesen félek a pokoltól. Én félek attól, ha egy pohár leesik az asztalhoz, a pokoltól én nem félek. És a visszajáró halottaktól? Annyira el szeretnék egyszer beszélgetni egy halottal. Meséljen Magyarország. Majd egy másik életben. Talán jobb is, hogy késnek. Kérdeztem a szabadnapomat, a kettedért, igaz a főnök parancsára, meg az a perse pincsetet, amit a testi alfett összeállítani állítólag kis gazda. Nem is olyan gazda. És ki az, aki a perzsát hozza? Szilvupli! Ez a testi ember, egy édes ember. Szükség van az ilyen szorgalmas parazitákra, ők a legjobb felhagyó. Majd én foglalkozom perzsával. De a magyarral elárulatnád a nevét. Szilvupli! Ezek engem itt levegőnek néznek. Szemetek János. Elnézést kérek a bájos hölgyektől, de a Champs-Élysées végig állt a forgalom, és a Szent Mihály útján se tudtuk suhanni mesztelen. Engedjék meg, hogy bemutassam az urat. Monsieur Ludwig Szurátvár. Szemet neki János szolgálat. Je suis très très enchanté. Ez a sasúr. És milyen tüzesek a szemei, Tigris. Szelídített Tigris. Látszólag szelídített Tigris. Szimoblé! Nezzek, amikor én kiabáltam, megjött. Engem ismernek én. Cher madame. Mon français n'est pas. Vielleicht nicht gut genug. But I would like to say that the shark is a shark. Ez kell keverni a gyermeket. Félj! Nem is kell mondani a semmit, mindent elmond a szemben. Félnék egy szobában maradnék? Ilyennel? Mi jó kell?
segítek, hölgyeim, a konverzációban. Nos, szurágnálunk ajánlata. Várjuk meg a pezsgőt. Szomjasan nem tudok tárgyalni. A pezsek nem isznak pezsgőt, ezért ma valami különlegeset rendeltem. Evelek borra! Mi ez? Mire? Egyszerű. Ez az a híres abszint? Tá. Jaj, ne sértsék meg, monsieur Szurágkát, hogy nem üljük itt felékig. Éljen magam! Felopászom azt a maradéjjel. Ebből jöhet még ez jó. Vigyázzunk vele, mert csalunk. Az élet csalunk. Az üzlet viszont nem. Nos, mi beszállunk az önök filmvállalatának 5 filmjébe, ha maguk ezt az egyet tető alá hozzák. Előbb a tetőt kellene fölé. Javaslom, hogy a részleteket négy szem közt beszéljék, mert a Bezsár amúgy sem szeretik a foxtrotot. Táncolunk! Hogy tetszik a Bezsa? Különösebben, ugye? Egy angol költőversét eszembe, ha csak rá. Bocsa! Yes, of course. We're in business. Mi hahabbar olyat hancsunk belőle, rá esetünk rá egy gilas pásam. Tudom, hogy nem én tetszem neked. Tigris-e nehéz üzleti partner, látszólag na itt, de rendkívül óvatos pénzügyekben. Ezt a perzsát még a fildesek sem tudják látni. Hát mondom, mikor jött el Olaszországból? Ezek szerint megismerem. Ó, hát én magát 100 000 lépésről is megismerni, egy hete láttam meg, amikor Mademoiselle Sárival bámultak elmérültel egy pillanatot úgy, ahogy csak pestinőt tudnak bámulni, bevallhatom, hogy ezt a mai estét is azért arázsáltam, hogy beszélhessek magával, de hol ott a kitűnő barátomat mi? Az ön kitűnő barátja valószínűleg még mindig Olaszországban van. Szétment. A nász tudtuk. Hoppá. Ez van. Illetve volt. Óriási, nem változott semmit az öreg fiú, világ életében mindig mindent abba hagyott. Hát honnan tudja, hogy ő hagyott ott engem is lenélkül? Opádon természetesen maga hagyta ott az ilyen alapokra, nem lehet kibírni, ez nem félnek van. Azzal, hogy Mihály szígyen nálam, nem értsz. Eszembe nincs. Bármit szígy. Tudom, hogy a legjobb barátok voltam, Mihály, mindenre. Igazán, kötve hiszem. Talán elmesélte, hogy az Ulpiuszok utolsó ivadéka Tamás. Ez a halálra szánt király, akit az élet nem érdemelt meg. A saját húgába volt szerelmes. A saját húgába? De több is több. Viszonyuk volt, és amikor Éva teherbe esett, Tamás lelkiismeret fordulásában megölte magát. Én úgy tudtam, hogy Tamásnak nem az volt az első kísérletem, hogy egyszer Mihállyal együtt akarták megölni. Persze, Mihály volt a gonosz kísérlet. Mihály vette volna rá Tamás? Ahogy mondjam. De miért? Féltékenységből Évában mindenki szerelmes volt, Ervin azért ment el szerzetesnek, mert reménytelenül szerette Évát, a Mimiájuk is szerelmes volt Évában. Éva persze kihasználta minden pénzét, elszedte és ellopta az aranyóráját, mert az aranyóráját természetesen ő nem én. A lényeg az, hogy Éva egyiket se szerette, csak ellenállhatatlan. A többiek közben hova lett? Esári elvett? Gyorsan telik az idő egy ilyen nő társaságában. Hazavisz! Köszönöm! De egyedül is hazatalálok. Mi lett Évával? Nagy karriert csinált, nem egészen az én segítségem nélkül. Nagyon nagy nő lett. Hogy érti? Hát úgy, a lehető legbefolyásosabb pártfogói volt. Ó, maga féle kerítő? Na hát ez az a bolt, aminél mindenki jó. És most mi van vele? Éva jelenleg Olaszországba tartózkodik, ha összegyűlik egy kis pénz, akkor rendszerint Olaszországba utazik, és régi dolgokra gyűjtöm rá az apu. Miért nem mondta meg Mihálynak, hogy Éva is Olaszországban van? Hát, hogy még a végén megkeres. Nem kereste volna, hiszen a feleségével volt nászúton. Már megbocsásson, de nem hinném, hogy ez komoly akadályt jelentett volna. Ugyan! 20 évig nem jutott eszébe megkeresni. Mert nem tudta hol. Mit bántja az magát, ha Mihály megtalálja Évát? Féltékeny? De! Mondom, nem
szellemesebben udvarolj. Maga rendkívül asszonyú tudom, ilyen szürke kurához feleségül nem. Mondtam, hogy ne bántsd. Értem, hiszen külön. Hát akkor... adjő. Nem. Megérkeztünk. Én itt lakom. Felmegyek magához. Meg van őrülve. Különben is együtt lakom Sárival. Hát akkor jöjjön fel maga. Hozzá. Képesztő. Ugye. Ezzel mindent elrontott. Ennyi. Lehet, hogy magának unalmas ez a kisváros, de nekem minden új és mégis ismerős. Ezer éves, de mégis friss. Minden magyar olyan, mint maga, máj. Van olyan magyar, aki nem tart engem eléggé magyarnak. De elfogy a pénze, mihez kezd? Nincs magának hivatása. Azt hiszem, az a hivatásom, hogy Olaszországból élek és magával csevegek. Önök angolok, úgy hallottam, angolul beszélnek. Igen, én az vagyok. Jaj, de jó! Ebben az országban senki nem beszél angolul. Leonardot keresem. Én már 400 éve hallom. Parancsoljon helyet foglalni, kisasszony. Nem zavarok? Nem, egy ilyen csinos kölcskor sem zavar. Honnan jött a szabad érdeklődöm? Cambridge-ben? Cambridge-ben? Massachusetts államban, talán az is ott végzett. Nem, én Cambridge-ben. Angliában. Oh. Szóval művészettörténetet tanulok Cambridge-ben, és most idejöttem ebbe az országba, mert itt állítólag nagyon sok olyan kép van, ami máshol nincs meg. Voltam Firenzében, Rómában, Velencében, Padovában, Nápolyban. És mindent felül tanult eszébe? Igen. Igen, náluk ez így szokás Philadelphiában. Ott apának van néhány gyára, meg egy-két ültetve. Ja, vagyunk! Szóval Firenzében találkoztam egy nagyon szimpatikus francia úrral, aki azt mondta nekem, hogy feltétlenül Foligno-ba kell jönnöm, mert itt van egy nagyon híres kép, amit Leonardo da Vinci festett. Tudják, az a Leonardo, aki a Mona Lisát festette. Én is ismerem. Szóval idejöttem, de senki nem tudja nekem megmondani, hogy hol van ez a kép. Hát mondják már meg nekem, hol állítják el. Nem én voltam. Leonardo kép. Olyan sosem volt Foligno-ban. Magát átvették. Az nem lehet. A francia úr mondta, azt mondta, hogy maradt egy nagyon szép tehén, egy liba, meg egy macska. Végül is én örülök, hogy magát átvették. Igazán? Igen, mert hogyha nem verik át. Maga nem jön Foligno-ba, és én nagyon szeretem az amerikai jogot. Michael, please! Semmit sem értek. Én azt hiszem, hogy Leonardo-nak nincs olyan festmény, amin egy tehén, egy liba, meg egy macska látott. Akkor miért mondta az a francia? A cinikus európaiak ezekkel az állatokkal szokták összehasonlítani a nőket. Persze, csak az európai nőket. De ön nem francia, ugye? Nem. Én magyar vagyok. Magyar. Erről a népről én még sohasem hallottam. Látja, ez is úgy Foligno vagy az kedves. Dr. Ellesby. Michael! Akar tudni, mi magyarok hogyan fogunk kezet? Igen. Hát hogy jól vagyunk. Ó. Oh. Én majd hónap reggel kísérem az állomásra. Velem is előfordult, már a rossz vonatra ültem. Mindig mondták nekem, hogy óvakodjam az európaiaktól. Lehet itt viszkit kapni? Mindenki derült, doktor Ellesby. Sajnos nem iszom, és magának sem tanácsolom, Mike. Na, majd de most, amikor ilyen szépen ragyognak a csillag. Átállás, kérem a csillagoseget! Átállás, kérem a csillagoseget! Folytatjuk a forgatást! Egy forgatáson minden van, ez egy modellben játszódik, azt mondjuk, hogy ott egy igazi á. János, tényleg ennyi rengeteg ember kellett felvételni. Nem is hinni, mennyi technikai asszisztencia szükséges akár egy kicsó. De hol a pénz? Megígérte, hogy itt lesz az ágyjelenet. Hol a pénz? Hogy jó, hogy jól beszélsz,
van? Ez csak egy díszlet! Úgy elcsendesült minden. Kell szilansz. Egy perc, amíg egy gombos tűt nem lehetett volna lejteni. Csapaj! Köszönöm, nem már eleget, hogy tudtam, hogy mit nem szívna. Melé! Thank you.
emelettel lejjebb. Ebben a szállodában laksz? Nem véletlenül. Nyomozol utána? Ennek a szállodának a címét kaptam meg. Szabadat sem hiszem. Hívjanak máskor? Hívj máskor. De már csak két napon van itt. Most leteszre? Ne tedd le! Ne tedd le! Sajnálom! Ne tedd le! Halló! Halló! Nem szállod be róla soha többé! Soha többé! Halló! Halló! Letetted? Ez a táj valóság. Ez a szépség csak ugyan van, akkor minden, de minden, amit eddig csinálni, az biztos. Ez a táj valóság. Egy szép test, melybe hatolni gyönyörűség. De mintha csak nem hiszezne az embert. Mili Szentingra. A sima has, a sima böl, a szappan illat. Nem több, mint egy hasonlat, ami eszébe jut az embernek, semmi több, semmi. Istenem, mint ér az egész civilizáció, elfelejtettük megidézni a halottainkat. Hol vagy? Hova megyek? Itt vagyok Siennában, egy pocska hotelszobában. Sienna kitárja a szívedet. Én már azt se tudom, hogy van a szívedet. Mike! Beteg vagyok, Lili szerint. Kiújult a bajom, ami miatt Molinyóba feküdnöm kellett. Miért? Milyen betegsége van? Ott állunk a meredély szélén, borzadba pillantunk a mélységbe, émeljünk, szédülünk. Ott maradunk. Magunkat sem tudunk számot adni, hogy miért. Azt nem értem. Én sem. Egy doktor ismerősöm mondta, hogy az intenzív gondolkodás árt a bőrnek. Hogy maga miket tudja? Vissza kell mennem Folinyóba, Elezdi doktorhoz, hát ő tud valamit. És magával mi lesz, Mili szerint? Természetesen jövök magával, ha beteg, csak nem vagyom egyedül. És a Siennai primitíve? Belül lesz. Végeztem velük 6-4-6-4-re. Te kis tenisz bajnokom, te. Fantomfájdalomnak hívja őket a szakirodalom, amputált végtagok esetében.
És már nem lehet visszavarni. Garantálom, hogy nem őszi ő, papa. Aludjon sokat, aztán majd meglátom. Tudom, mi a bajom. Akut nosztalgiám van. Szeretném nagyon fiatal. Isten adja a férfi kort és az öregséget. Mondja meg őszintén. Nincs magának valaki kedves halottja? De igen. Sokat gondol rá mostanában? Igen. Sejtettem. Hoztam egy bibliát. És ha nem vagyok vallásos? Sejtettem. És ez mi? Fokhagyma szaga erősíti a hidegeket. Tudom, mire való fokhagyma koszorú, hogy távoltam csak vánkét, ami az ember vérét szívja. Maga a halottai életét. Meglátogatják és elszívják az életerejét. Itt az orvostudomány már nem használ. Az én halottaimat nem lehet ilyesmivel távol tartani, azok bennem vannak. Miért ne próbálnál meg? Nem kockáztat semmit. Dehogy nem. Az ön érzetemet. A racionális ember öntudat. Akkor menjen át Gubbióba. Gubbióba? Mi van Gubbióba? Kőhátán veledek egy... Én ott egy szerzetes, fenn a Szanubáldó kolostorában. Emlékszik, meséltem a lányról, aki azt mondta, hogy éjszaka nyitva áll a halottak kapu. Igen, rémik valami. De nem is lány volt, hanem fiatal nő. De kortalan volt. Lehetett volna 9 éves, de akár 39 is. 9, de 39 is? Milyen szín volt a hajó? Talán sem. És a szem? Talán kék. Kék? Egészen biztos, hogy kék. Amikor ez történt, Gubbióba volt a városi orvos. Betegkezt jutott. Meredek utcában lakott sötét öreg házban. Fiatal nő volt, nem Gubbióból való, én nem tudom milyen nemzetiségű lehetett, de jól beszélt angolul. Halucináció történt. Az volt a rögeszméje, hogy éjszaka nincs bezárva a halottak kapja. Micsoda? A halottak kapja. Gubbióban a középkori házaknak két kapja van. Egy rendes az élők számára, és mellette egy másik, egy keskenyebb a halottaknak. Ezt csak akkor bontják ki, amikor a koporsót kiviszik a házból. Utána rögtön befalazzák, hogy a halott ne jöjjön vissza, mert úgy tudják, hogy a halott csak ott jöhet vissza, ahol kimegy. Egy éjszaka a hölgy arra ébredt, hogy kinyílik a halottak kapja, és belép rajta valaki, akit nagyon szeretett, és aki már régen meghal. És attól kezdve minden éjszaka eljött a halott. Miért nem költözött el? Nem akar. Boldog volt, hogy a halott meglátta. Egész állónak az éjszakát várta, rohamosan somályodni kezdett, a házbeliek aggódni kezdtek érte. Igazából azért hívtak, hogy orvosi tekintélyemmel bírjam rá a hölgyet, hogy költözzön el. És maga mit csinál? Én próbáltam megmagyarázni, hogy halucinációi vannak. Hogy volna halucináció? Hiszen minden éjszaka itt van. Mindjárt előttem, hogy maga volt. Maradjon itt és nézze meg! Nem is fél. Nem azt, hogy félek, de mit szólnak a városban? Mit törődik vele? Maga orvos? Olyan, mint a pap lenni. Azért nem. Hamarosan itt lesz. Látod, idereg! Kérek, pohár volt? Nem iszom alkoholt. Mióta él itt? Teleket mindig Gubbióban. És mi vonzza ide? A farkas. A legendás. Értem. Egyébként ki ezzel kopár? Minél kopárok, annál jobb. És az a halott, az ki-e magának? Az mindegy.
Káter Szeverinc is elsápott és megtámadt. Aztán mi történt? Egy óra hosszat beszélgetett a hölgyel valami ismeretlen nyelven. Aztán a hölgy megnyugodott, és elköltözött Gubbió. Azóta se látta senki. Sem ő, sem a szel. Ez a Páter Szeverinus csak ugye valamit áruló országból jött. Igazán nem tudja, hogy honnan? Más se tudja. Milyen ember volt? Elég magas, szikár. És mi mindig ott van a vonatúló sorban? Ő hozzá kellene elmenni. És a bátyán? Mint az ennek Tamáshoz! Megőrülne, ha megtudná! Gyere! Csukni meg, gyere! Kérdezni vagy! Benne a kabát! Tudod, hogy ellen kell állni! Majd meggyógyul, gyere! Katolikus félreléphet, én nem! Hogy léphetném félre, nincs is feleség! Ha én teszem, azt mondják, hogy ki ilyen zsidó! És nem az vagy! Megfojtasz! Szökünk meg! A hitem elől nem tudok elszökni! A hit csak ürült, félsz az érzéseikről! Imádkozom! Jó? Minden szabad, csak azt az egyet nem. Megígérem. Csak azt nem ígérhettem meg, hogy be is tartom. Csak te. Megígérted! Ha most elnézte is, gyere vissza többet! Úristen! Annyira kívánlak! Akkor csak nézz! Még senki nem látott meztelenül! Éva, nem szabad! Látod ezt az anyajeget? Még nem látta senki! Nem tudtam, hogy itt vagytok. Mihály nincs itt? Ki mondta, hogy itt lesz? Szebbet nekünk! Így jó! Neked mennem kell. Viszlát, Éva! Hova mész? Miért vagyod elmenni? Menj el a pokolba! Ő csinál belőled szajhát, nem a szebbet neki. Visszahívom. Ha nem jön magától, nem kell! Még senkit nem kívántam rajta kívül. És engem? És engem?